Idén 15 éves a Cegléd Bede Polgárőr Egyesület, ezért is szerveztek nagyszabású ünnepi közgyűlést a tagok. Most lett az évértékelő, és jövő évi az ezévi tervezetünket is most csináljuk. Hát ugye a jövő, vagy a tavalyi évben azért nagyon-nagyon sokat dolgoztunk. A összehasonlításképpen csak annyit, hogy 2016-ban ilyen 5-6 ezer kilométert mentünk egy évbe, most ez 21.630 kilométer, ilyen 3200-3500 órát dolgoztunk egy évbe, most ez 6300 óra. Az ellenőrzött terület is nagyobb lett, 148 kilométeren járőröznek. Több mint fele járhatatlan földút, ilyenkor nem tudunk nagyon rajta járni. Néha-néha gyalog megcsináljuk, de most hál' Istennek már elindultak a lovaspolgárőrünk, ami nagy büszkeség. Három polgárőrünk van, aki lóval fog szolgálatot teljesíteni, egymán volt kint szolgálatba épp a tegnapi nap, nagyon jó tapasztalatokat szerzett. Az elnök beszélt arról is, hogy azok az eszközök, amiket az elmúlt időszakban kaptak, jól vizsgáztak. Használták már az éjjellátó hőkamerát és a távcsövet is, ami nagy segítség számukra. Gigor István elmondta, idén szeretnék a ruházatukat bővíteni, valamint beszerezni egy kamerát is, amivel tovább növelik munkájuk eredményességét. A közgyűlésen a tagok között üdvözöltek négy ifjú polgárőrt is. Igazából azért, mert én... amikor majd elvégzem a középiskolát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre szeretnék tovább tanulni rendőrnek. És igazából, mint a polgárőrségnek az elnökét ismerem, ugye Gigor Istvánt, nagyon jóba vagyunk, és hát megszerettette velem ezt a elvit egyszer-kétszer, így szolgálatba, és megszerettette velem. A közgyűlésen részt vett Hörömpő Anna Mária is, aki megköszönte az Egyesület munkáját. Örülünk minden visszajelzésnek is Istvánon keresztül, mert én is ott tudok segíteni önkormányzatiságában, ahonnan jelzést kapom. Úgyhogy én nagyon szeretném mindannyiok munkáját megköszönni, nekem nagyon nagy bizodalmam van a saját területem révén is a polgárőrség munkájában. Az eseményen Török Csaba rendőrkapitány is elismeréssel szólt a polgárőrség tavalyi munkájáról. Az Egyesület 15 éves születésnapján természetesen a torta sem maradhatott el.